Jó napot! És már rajta vagyunk, hello! Nem tudom, hogy onnan vagyunk, de nincsen facecam, és ami a legértekesebb a dologban az, hogy Krisztián levágja a mondatok végét. Nem tudjuk, hogy egy komment... Hát, sikerül. Nem tudom miért, de mindegy. A lényeg az, hogy hello Ádika, hello Dezső, hello, ott vannak az egyedi emojik, amiket előfizetési árán tudtok megszerezni, kövessetek be minket a Facebookon, Youtube-on. Hello, jó a játékot és szép estét, nekem pedig jó nézést! Nem tudom, hogy kire jutott a Gogeta, de megnézzük. Illetve kiesett Portugália a világbajnokságról, nagyon tiszta szégyen. Baszta meg a Santos edző, hogy a Ronaldo csak második fél időztette. Nem vagyunk edzők, de szerintem egy taktikai, egy védekező, centeres, egy védekező. Marokkó ellen egy jó csatár kellett volna. Nem is egy jó csatár, itt nem működik az, amit hogy lekontrázzuk, mert gyors játékosok kellene. Spanyoloknak sem. Ha, itt konkrétan nekik kell feltörni a diót. Első fél időben el kellett volna dönteni, de mindegy, megtörtént. Ennyit erről. Igen, nem vagyunk edzők, de mi azt mondjuk, hogy ha Ronaldo kezdett volna, lehet másképp lett volna. Lehet, hogy ők lőtték volna az elsőt. Megyünk a jegyzethez. Ez a buzi, vagy hiák frissült, így alig látom. Ó, hogy basznál meg. Fél úton vagy? És mikor a tervezett befejezni, Desi? Hát úgy látjuk, hogy egy kommenteket fogunk látni. Igen, sajnos én is láttam, meghiányzott belőle az akarat. Az akarat? Belőlük, hát... Hihetetlen, hogy ez a Marokkó a spanyolokat is megverte meg a portugál. Lehet, hogy ők lesz... Nem megverte! Kivédekezte! De akkor is győztek. Dalomado, hogy is van? Már mindegy, menjünk bele. Dalomado, na hello, igen, sajnos kiestek már ez a vidék. Megtörtént. Ja, igen, kamera nincs, de helyette van, csak kék háttér. Fasz, ami? Csillagos. Amit egyébként, hogy is van, mindig kell reklámozni, feliratkozás útján megfelelhetettek ingyen. Úgy, hogy színes lesz, vagy színtelen? Mi? Dezsőnek a rajz. Ú, Dezső. Lehet, hogy színes. Mindenképp küld majd el, ha kész vagy. Elküldte az egészet? Nem. Három, kettő, egy, szóval na! Színes lesz a rajzod. Legjobb támadás a védekezés. Hát, na most erre mit mondjak? Szerintem igen. Én is ezt mondom. A legjobb védekezés a támadás is. Nem! A Tsubasa óta tudjuk, hogy a legjobb védekezés a támadás egyébként, de valóságban jól mondod a védekezés. Én nem értem, hogy nem láttuk a meccset, ugye, mert sem pont olyan időben adták, de van egy olyan sejtésem, hogy a Marokkó beállt védekezni a második fél időben, ez biztos. Elsőben is. A Marokkóról elvileg az van, hogy védekeznek, és van nekik az a hakim, hogy kiugranak, meg ilyenek. Van lehetetlenség, hogy nem egy tapasztalt csatárral kezdtek, és annyira az edző felvette a közvéleménynek a hangulatát, hogy mit kell csinálni, hogy egyszerűen ő is Ronaldo ellenes lett. Igen. Én ezt mondom. Azért, mert volt egy olyan meccs, ahol ugye kikaptak a ki ellen is. Dél-Korea ellen, és azért. Nem is értem, azóta lett csere. Hallgatott a közvéleményre. A legjobb ember külső szőke, ha jó lesz, akkor... Ja, igen, kisebb lett a képem, tehát hiába baszott meg telefon, ez a... Mi ez a kettő szare? Nem tudom, szóval akkor Jancsa Krillin ellen. Jamecha Krillin ellen. Most nagy meccs. Ja nem, ne hagyd szünetet! Jancsa Krillin ellen fog játszani, és ami a legérdekesebb benne, hogy Krillin és Goku... Exkluzív egyébként az előfizetők között most exkluzív emoji jár, mert csináltunk egy olyat, hogy bukott Krisztián emojit csináltunk, hogy ilyen bukott szárnya van. Jó? És akkor egy szád van közben. Ezt így kell reklámozni. Legközelebb ilyenekből is tanulunk már. Tanulunk ki dolgokból, Jancsa. Uh-huh. Ez most egy izgalmas harc. Melyik az a Trancsa, aki így van-e? Ez alap, igaz? Melyik ez? Az egyik a hosszú hajú, a másik a rövid. Nem, a sárga ruhás. Sárga ruhás? Ja nem. Nem tudom, van-e sárga ruhás. Nézzük a hármas. Én azt tudom, melyiket keresem. Bal ruha nincs, igaz? Biztos? Biztos.
Ja, de van neki, a kettes a bal ruhás. Na, látod? Most azt kérdezem. Lehet, hogy pont a hármas lett. Hát miért nem válaszoltál jobban? Dinamára! Jön a pillanat. Tényleg egyébként a karácsonykor mit kell hallgatni a testvéreknek, Dezső? Mind. Ja, de nem baj, a Dezső para, milyen is? Hipós cigány, nem tudjuk tőle kérdezni. Ja, az a hármas. Te is? Hát most nem láttok, bíztok bennünk? Hát most nem tudnak mit tenni. Kő, papír, rolló, papír. Legyen szó. Krillinnek annyi. Na innen fogdítsa meg. Hát de nem, az a helyzet, hogy a postoronádot nem lehet okolni, mert nem is mi játszott annyit. Kettő, hát a második példában jött csak. És a gól előtt. Gól meg volt már, de igaz egyébként, ha a Messi csinálod, akkor dicsérik ugyanúgy, de a Messi egyébként ki is volt a Milner, aki lőtt a gólt. Az a másik, a fiatal csatárja. Fiatal csatárja, Calve. Nem tudom melyik lőtt, de a Messi lőtt. De az tényleg, hogy Messi adta a gólt, fasz. Az meg nagy volt. De nem az, hogy most a Ronaldot lehet-e hibáztatni? Szerintem miben? Nem. Ez a csapat nem rá van építve, nem tehet semmi. Az edző azért, mert volt pár helyes körük, hogy mindenki csinálta a saját dolgát, azért az edző elhitte, hogy tényleg jó. De arra nem gondolt, hogy csatárjátékot kéne játszani. Mikor passzoltak ők valaha Ronaldónak úgy, hogy neki őt akarják helyzetbe hozni? Nyíltan. Csak amikor már vége a meccs. Fernández még az utolsó pillanatban is kiszögetet csinálta, ahogy láttam a kommentártól. A Pepét hozták fejelés helyzetbe. Azért, mert egyszer tudott fejelni. Ez nevetséges, nem? Ez meg Krillin kiesik, azért nem a... Szeretem a Krillin. Hát hiába. Az a baj, hogy portugálok egyszer jót csináltak, azt hiszik, hogy mindent arra kell tenni, közben maga a múltat elfelejtik. Így nézve, sajnos meg is érdemelték, hogy kikapták. Én gondolt ezek, de azt mondtam, hogy kifognak egyszerre adó cserelem. Szerintem is, hát megbenet őket a devlamot. Hát a Devla nem hiába, és azt mondom, hogy lecsercsere lett a Ronaldo, kapjatok ki, ha megint Devla. Hogy tehette ezt, egy ilyen mérkőzés? A francba, áh! Nem láttam, ehe. Az erő utána úgy... Többet vesz? Nem! Ha a szolárfajőt csinálod, és azonnal csinálsz rajt, akkor tovább marad a szolárfajő. Ezt nem tudtam. Nem érted, hogy hallgathatnak ennyire a közvéleményre? Attól, mert valaki kevesebbet fut, már elhiszik, hogy rosszabb. Én nem látom úgy, hogy kidögölne egy fél idő után, mondjuk, hogy le kell hozni, vagy nem bír egy egész meccset. Nagyon könnyen ítélnek, és a internet miatt a hír nagyon gyorsan tud terjedni. Azokhoz is elér, akik ugye nem is interneteznek. Az edző, hát ez van, be van valami, tényleg a fiatalokkal kéne játszani. Hát tessék, ott van. És ez a... Ki fogom védeni, nem? De már! Akkor is Sancho úgy tovább. Én jöttük, hogy jöttek, azt szereti a Tori, mert az magunk közt van. Tudod én. Azt sem használtam ma. Ja, nekem lassú! Egy kósza gömb miatt esett ki. Most nem adottunk vissza, mondjuk tényleg kicsi lett ez a szare. Mondjuk az én is úgy, hogy csak a kispadon kezdett. Nagyon, egy ilyen fontos meccsen a legrosszabb. De a United is megcsinálta ezt, szóval, és ők is megjárták többször is. Egyszerűen nem akarják elfogadni. Nem, azt nem veszik észre, hogyha a center valaki még, az még kéne annak visszafutni. Én Lewandowski-t látom, hogy hazafut. Nincs, de nem értem. Mi a ki jutott tovább, Jancsa?
Jancsa, hát erősebb. Elvették a nőjét azért. Fasa! Omega Sharon. Fasa Omega Sharon. Ez a sima. Az is 9-es. Mi lenne, ha megvernélek? Lehetett. Nem lát minket a kamera, kacsintok. Mi lenne? Ez amúgy erősebb, mint a másik, mert jobbak a képességei. Most azt is tudjuk egyébként, hogy a Ronaldónak a feleségének a féltestvére ilyen szegény helyzetben van, és nem segít neki a testvér, és ez is botrány. Főleg ott a országukban nekik. Ronaldónak a feleségének a féltestvére, vagy a Ronaldo? Nem, a Ronaldo feleségének a féltestvére. A Georgia Rodriguez. A Georgia Rodriguez-et. Hormos lettem, Balázs. Ija, Feka Omega. Nem, ez, no, ez testvér Omega, mert olyan, mintha lenne bajuszod. Ez ilyen fasán, 80-es évekbeli buksza, nem? Hát. A Bardock ebben volt jobban. Hát, ez az a Goku anyosak tagadja. Szépíti a Toriyamát. Tényleg, ilyen ruhán nem félne már be a mai világban, nem? Hát az egyik, most mondták, hogy miért van ott a lányon ilyen smi ruha. Ugye? Hogy ez a fürdőruhája. Melyik animében volt? Hú. Azt mondta, hogy kényelmes szellő abban a putalom gyilben. Igen, a bocsiak a hanapban. Van egy vadászgyerek és a lányok segítenek neki. Mindig olyan helyzet, de kicsi kedve ruhája van. Azt mondta, hogy kényelmes, de ez arra utal, ami a lányoknak van a Japánban. Iskolában. A küldőruhája. Miért? Miért? Nem akarok szólni, de... Ezt hiszem, hogy ezt nem rélikni. Ez kemény volt, nagyon. Így ide ilyen robbantos, hát mikor adott be olyat mi? Menj már innen, cigány Omega! Ennyi a dudába sem. De jó, nem kötött között. Figyelj ma, be olvasztjuk 5 forintos. Kinek még azt egyébként? Elvileg tényleg nem tudom, hogy igaz vége. De hát akkor ott, hogy számolták, hogy a 5 forintosnak előállítása többbe kerül, mint amennyit ér. És valahol leveszik a 5 forintos, mint vas. Most ez mi a tök volt? Elő. Sárkány tűz, Balázs. Nem rémlik, mikor adta a Bete 10-et? Igen, hogy mondod, eladom, az nem tudom, egyébként az egyébként kamu volt mind akkor? Róla nem beszélnek, tudjátok, hogy elvileg a... Tudjátok a Babics Fetinek, hogy az a dolog, akkor mennyi volt belőle kamu? Sok. Értitek, mert tudod, vicces volt ez a dolog abban időben, hogy eladó hír, dikir, hogy így olvasta fel, próbálták utána majmolni, de akkor is értitek, hogy ez mennyi volt ebből, akkor kapu végül. Eladó, hogy ki a kép, deke Ricardo. Azóta már örök mém, ez a dolog, hogy boiler érdeke. De a legnagyobb, amit ki is használják, és nem is tud róla, az a szia uram mém. Pólót is gyártanak a fejével, az közben egy igazi gyerek. Tisztőim! Megvertem a Omegát! Látod. Van a másik. Kezdődik, Ogeta is meghalt. Egész jó buksz, ez a facsa. Nem lopott spoiler eladó érdekét? Csak 10 ez egyszer volt használva. Van Devilman is. Van. Dezső már nem bízsz, már úgy beszélni. Nem a... Megint Dezső. Nem tud úgy beszélni. Dr. Velo, Vegita robotos történeti egyesen. Az a legerősebb Vegita egyébként. Melyik az a... Vissza, Dr. Velo az ki? A robot az mi?
Hát szerintem valami, és van neki a önpusztító. Hát, meg a lézer is erős, és nehéz téged verni. Nem. Szerintem nem. Pedig de... Nem a pici miatt nyert, nem látod, hogy elkaptam, Dezső? Hát nem tudom miért, mert egyszerűen nem tudtam teleportálni. Te sivatagi képű, ha az volt te sivatagi képű róka, geci te! De most úgy beszéltem csúnyán, no. Ilyenek is volt, de ebből mennyi volt kamasz, bizony rengeteg, szerintem mindaz. Rönnő a poén kedvény nem ért, értették, hogy úgy, de ő tényleg így védje valaki. Akkor te nem mondd neki, még így van, hogy poszta lett így jönnek, persze. Ez hogy már egész meg volt játszva. Én egyiket se hiszem igazi meg. Ez a Pankrátor? Azt nem tudom, mennyien hittétek el? A gyerekek, igaz? De olyan kommentek voltak, hogy megöljünk Kazerje, vagy Azar, vagy Zavar. Zafar, ott kent el a vért a fején, megvárva. Hát az a Radispati levette a kötét. Próbálj meg be akart adni, hogy tényleg megverték. A biopcia, meg ez tőle. Biopcia lett neki. Valahogy ezt valaki biztos komolyan vette a kicsik. Vagy a kicsik is tudják, hogy ez kamu, a kamankrászi jó. Mindenki tudja, hogy kamu, csak úgy utána maguk között azt akarják, hogy ez nagy. Hát tudjuk, hogy meggátszottál, de láttad te a kommenteket ott alatta, Dezső? Hát, csak hagyd béki! Hagyd béki, radics pötyik! Bakker! Jó, én nem tudok elege! Mi használod ezt a ring kiesős csalást? Mi nem akarsz rendesen játszani? Te akartál visszapörgetve házszal le... Nem akartalak kiütni! De házszal akartál lefele ütni! Ez csalás! Szándékosan kiütteted a karaktereket! Vége! No. Esik innentől ott van! Te is le akartál ütni! Én nem! Így azt, hogy akartam! Hogy hívják? Well, ho! Velo? Tényleg a Willow sorozatot kinézi! Milyen Willow sorozat? Az is van a Disney Plus-on! Senki. Nem, ha nem elég az a télapus sem volt senki. Hello. A Pankrátor azért csinálta jó ezt a South Park. Goku Namek, Charles ellen. Goku Namek. Az a Mid Goku. Hirtelen megjelent! Hirtelen megjelent a cipla! A VR is bent volt, nagy nehéz fiú! Nehéz fiú, lentről vette őket a kamera, hogy nehézek tűnjenek! Segítenek a mindenki, a Reddit Pepinek! Videó csak együtt kirakott! Hát az a baj, hogy például azt mondod valakinek, hogy a gamerés nem sport, akkor megbántódik már rajta! Hé, például egy videósnak mondod, aki ebből akar élni, az meg fog rajta bántódni, én nem bántódok meg! Azt mondod, a videójáték nem sport, ha nem élek meg a streamelésből. Őt nem is. Küldjetek donétet, akkor lehet megélünk belőle. Hogy mondják ezt? Na, akkor igen. Akkor én is mondanám, hogy hé, hogy képzeled ezt? Nem becsülöd az időt? Én szórakoztató műsort csinálok neked. Dezső. Hogy csináltam? Azt nem tudod, fejbeverő, aztán felejt háromszög. De meg kocka, ha háromszögült a kocka? Ez a legjobb, igen? De faszán néz ki még mindig! Mit akarsz te? Nem is tudom, mit művele velem az a Genki a kekrét. Meg, az erősebbet van.
De így biztos, nem? Bassza meg! Rosszul adtam be! Ez így ér, pont a... Ez így nem ér, pont a fasszal húzta el! Ha? Most fesznek mondd el a szöveget. Menj már innen, ne! 80-es évekbeli! Miért tud nekem négy bekülöz az erő? Hát sokat vesz. Ezt csináld el? Várjál. Mit terek, hogy négy bekerül? Hazudtál híre. Elhitted! Szerencséd volt Balázs, te csaló! Mi mindig a fegukot csinálják meg a legjobbra, nem? A namekosokat. Ezt hogy írjam fel? Unamek. Következő... Devilman? Zanja. Mi ez a Devilman? Ja, Devilman. A Slaza? Meg az Zanja? Akkor Zanjával vagy te, az ugye a T-18? Az évvel tehát a futurisztikusan akarták ezeket megizélni. Igen, kicsit arabul. Aha. Jó, design. Ez a Devilman. Devilman, ez meg ilyen... Itt egy ilyen pozitív... De a helye, a izém az 99999-et vesz itt, nem? Há, betölt. Egyszer úgy elkap. 20 000-et, meg ennyi. A sima haja is, a verő, meg a legerősebb. Meg még kevesebb a életünk. Kivépted? Kivépted elő? De hogy a szúr? Devilman. Van egy ilyen sorozat. A Netflix-el így adta, de... Ez lesz neki alapból 9000-et. 10 000-et! Hájál már meg! Na! Csala! Hogy jelens ez a Devilman-e? Mert Devilman.
Hát akkor most miért értékelik le, Tobi? Na, azért, mert nem nyerte meg a évjátékát, akkor már a játék szarabb lett. Csak akkor lehet, hogy olcsóban adják? Nem tudom, de... A múltkori Gadokkor megnyert az évjátékot? Szerintem meg. Akkor lehet azért. De miért nem? Miért pont tudszak le a fennyegyni? Gyerekes! Nagyon. Super Trunks, Chaos ellen. Jó, baszki! A kicsi fasza a nagy izolassú szar ellen. Mélyű erő. Tudom, de kevés, de nem billak elkapni, már jön a keveset vesz, szóval... Az ez a Trunks, nem? Aha. Rómlik. Behemoth. Hát akkor kicsit most előjött a különbség. Véget ért a reklámozási időszak. Ha meg ott hiák azt mondjuk, már most finomabban mondjuk, hogy azért tényleg nem különbözik annyit. Há, most már persze. Most már tényleg, de ezzel a mondtam, emlékszem, amikor mondtam, hogy 10-10. Nem is játszottak vele az emberek, de már 10-10. Csalás. Alapból is tökéletes játék. Mindig lesz benne valamikor, ugye egy szint, amikor kicsit már olyan nyom is. Meg mindig van belőle, hogy hiányoz. Például ebből a technika is egy tökéletes. Hiányoltuk annól mindig is a GT-s vegitár. Nem? Lehetett volna valami finomítani, jobb story módot, mert ugye a kettőben sokkal jobb story mód van. Is volt ez. Bazd meg, Chaos! Ha mindegyik erőt 10 000-et ez valaha. Kettő. Abban a gyerek konkrétan, hogy... Erősebb vagy, csak azból. Mindig erőd nagyot vesz. Hát ez van. Ne! De idegesítő! Egy csalóhoz is tud. Úgy verekedek, mint egy Godzilla. Túl erős ez a Trunksnik. De Ozaru kellene a legjobb. De ő maga is egy Ozaru, olyan lassú úgy üt, hogy jobbra a barra. Persze. Úgy írjam fel, hogy Spear Trunks? Nem háborodtak fel érte, nem volt benne a lódezső mesztelenkedés. Igaziból már PC világot volt 2008-ban. Én nagyon felháborodtam, hogy nem volt. Magunk közt igen, de na. Horizon nem nyert semmit. Hát mert az is egyébként nem újított, belegondolva. Ő csak adott egy új story módot, de ugyanúgy néz ki, mint az első rész. Apple, Bojack ellen. Most ez komoly, le se játsszuk, nyerté. Ez ilyen. Lehet, hogy erős. Hogy tegyek vele csodát? Hol van? Apple. Például amelyik játéknak ugye reklámozták azzal, az egyértelmű a Witcher és a Cyberpunk. Ugye emberre gondolva azokban se lett volna, nem sírtak volna. Akkor az új Witcherben se lenne, ha jönne, nem? Négybe? A Cyberpunkban is betették, hogy konkrétan te csinálsz, amit akarsz. A lengyeleket úgy látszik, nem érdekli a PC-ség. De most játszolod mondjuk valamikor a Witcher-es 3-ban, akkor ugye azt ki kell kapcsolnod, nem csinálod meg. De erre nem is gondolt senki, igaz? Filmelte valaki a Witcher? Ja, hát a Pisti is, amikor a God of War-ra játszott, hogy ilyen zavarba volt, amivel... Hát, hogy tette magát. Nem is nyomta? Valaki főleg, hogy lenne egy olyan ember zavarban. Akkor még nem mondtam mondjuk, hogy van felesége.
Adta valaki a feleség? Ilyen titokban, tudod, ilyen nagyon ilyen csinálja a dolgokat. Na. Aki észrevetett, milyen jól mozog a köpenyed? Nem, megy át rajta. Aha. Észrevetted? Úgy, akkor átmenne. Aha, mert ugye poligonosos. Érdekes, nem, hogy régen minden jobb volt, még a játék is. Hát azért beszarása meg kell még. Azért. Azt mondom én is, tehát egy megteszem. Persze nem megy. Esküdöm, ha én kapom a gogát, ha te kapod a gogát, hát kinyírlak. Nem van is fel, hogy így bukott el. A facnak repül vissza, na, reflex! Üdvözlő, reflex, banán. Tudtál valamit, mond! Ja tényleg, hát a bojackék tudjátok milyenek, lehet ez ilyen tetszett a mozisa annyira. Ja, ők is olyanok? Ők is olyanok, mint egy kadás. Értelmeted ebbe, igaz? Hát desvérek voltak, azért nem. Lehet, annyira nem tetszett nekik annó. Igaz? Olyanok, mint a cigányok. Tényleg, is nem híteret akkor. Mint a izé. Belegondolok, tényleg, elekék társadalítanak. Csak ők vanósabbak. Következő. Megy előbb bújat. Ki? Bojack volt. Bojack? Vegit a király. Gogeta esősirény. Hát persze, hogy rám jutott. Hogy is van hasbaütő a második, vagy az első? Ozaruka itt vagyok, vagy sima? Sima. Meg itt a király. Én hasbaütlek, érke 10 életed van, more. Ja, nem. Ja, és ezt nem lehet ki eldönteni, hogy melyik kombója meg. Lehet. Melyik? Felberúgó a harmadik. A melyik a fizi fújója? Négyes. Vagy ezeket, ha elsőnek tudod érzésre, akkor még könnyebb lesz. Ki kell nyírnom? Nem tudom. Kinyírom! Ez így tőlem, meg itt a kis. Éltüntetlek. Esküszöm, kinyírom, aljó. Végetlen tízes. Nem, kinyírom, a Krista nem tud vele. Tényleg. Rohadjál meg! Sziklán is átmegy!
Ilyen keveset vettek el? Hogy látod, hogy ezt így csinálom? Nem lehet teleportálni az ütéseidet. Rohadék. King Leblanc. De köszönöm, kigyírlak. Még egy se tudtam beadni, ugye? Te szemét! Mert te magad marad a szar! Menj már innen! Nagy szerencse! Hát igen, a King Vegetának nagyon nehéz teleportálni az ütéseit. Hildugran dermesztő 3-as ellen. Oh, Hildugran... Ezt meg kéne valami veszélyt jelent a többiekre. Nagy a tüze, nem? Uh-huh. Most, hogy let's play, át kell írni, azt szokat lenni. Majd éve írtad, Mori, vagy két hét egy út. Az több is. Hát pedig de, mert szerintem én nyertem volna, Adi. Ha nem lenne kicsinak, hogy a több élet, ha egy, mert ugye fúzja, akkor nyertem volna. Ó, jó kövétítésem van. Szeki. Itten fel-fel van a tűz. Ez értően esélyed ellene? Én egy 9-es izé vagyok. A 8-as? 8-as, de nagyon erős vagy. Most én miért csinálom ilyen lassan el? Így bekaptam. Be. Ezt neked egyébként, csak nem veszed észre. Ne gondd meg abba két ezeret, te.
Hát még egy lett megcsinálva. Hú, ez így érdekes. Ez ilyen, de szerint ez így megérje. Ez a legerősebb is vége. Hát nem tudok vele mit kezdeni. A francba. Túl lassú vagyok. Mennyit dobtál a Death Wing-ből? Egybe. Mi a derető? És ebből mennyi? Áh, már derveztél! Nekem leállt ezzel a hang. Neked is! De már vége! Ah, a legerősebb van neki. Gyengi volt szegény, nem tudott verni. Ez veszélyes lesz. Jöne be, hírdugrán. Hírdegárat, jó van. Köszönöm, hogy hozzatottunk, te lesz esélye. Gotex búgolt király. Volt király ellen Gotenksbúr. Jó, hogy a Gotenksbúr van. Gotenksbúr az a legerősebb. Ajj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 
Már tudom magam tölteni, se jól emlékszek. Rehebrít, aha. Igen. Hogy nyerhettem volna a dermesztővel? Sajnos az a baj, hogy nincs olyan nagy ütése. Az első nem hasba ütő lett volna, tesz így fel. Nem biztos. Van az, hogy ebben tisztában a kombó vagy, és egy két teljesítem ugyanazt csinálod. Mi az, amit csináltunk? Megfoghatom? Gyere, fogja! Ja, majd elvesztő a lapja! Hát kapban elvesztő! Mi az nem felrobban? És azok ott akkor tevítene a másik megfarad. Mi csak meg? Ah, még bekerül. Egyed, nő.
Mit érsz? Megölünk téged, azt! Rögzik a kardja, a bábóz erős, a fegyver van jó! Kubo, meg mindene! Elég csak! Na, azért elég! Csalás, hát van egy olyan gyógyítód is! Valószínűleg nem, mert ha emlékszik, 3-4 tán itt lehetett egy ilyen sort csinálni a Goku-val. Akkor ezt elejjel. A régen ugye a PS2-t az nem töltött be gyorsan. De azért ilyen 3-4-et lehetett, jól emlékszek. Baby Vegeta SS2, SS2 Tini Gohan ellen. Normálban. Jó vagyok, Baby SS2 az ez. Ez vagy a sima? Nem az nem. Lesz egy Super Baby 1. De hogy ez ilyen kieső pályát adja. Ne győzni ilyen. Ezzel le csoda, ezt nézem én is. Lemarokkózni akarsz? Vagy neve? Önként be, ha-ha! Pedig újra lesz itt valaki meghal vele. Igen, hogy... Úgy se, úgy se megy be. Pincéled volt. Faszba!
Ó, hogy ez le? Családba, fa miatt nyerté! Istenem, a normál figga nagyon merte! A fa miatt nyerté, baszki! Ami a fú, az ébredte fel, azba kellett valami! Vége, Balázs! Ez hogy egyszer? Na! A fa miatt életté fel! Super Bibinek annyi! Na, tini fasz! Vége, tini goha! Kid Buu, Great Salmon 2 ellen, az a videó. Baszki, egyik legjobb kiesett. Na, ha őt legyőzném, az óriási lenne. Egy teherrel megszabadul, nem? De. Igen, azt hittem már nincs semmi. Esélyed sincs, ez ugyanolyan jó, mint technikaival, akkor a Regin Glassban is ugyanilyen volt. Mit aktiváltál? Pici. Hé, leálltam te. A helyes leálltok pillanat. Most? Szerencsére, amikor nem van, nekem mindig leállt. Neked? Na jó. Bad bag! Nem állt volna, ha nem álltak volna le a kontrollert, akkor nyersz? Nem. Az mit érve megye? Meg én te vagy a kontroller, én vagyok a kontroller. Kid Buu.
következő, volt, kit bűrészem a vég... ez nem a... Végső cooler, mert ha lenne, két cooler egybe. Ezt így elvesztünk itt korát. Megkapott egy izét, mangát, egyszerűs, hogy mangát csinál. Ja, egyébként a Netflixen lesz a Tokyo Revenge, nem értem, hogy az hogy lesz. A Disney Plus-on, igen, egyébként a Disney Plus-on lesz, rosszul mondtam. De mondjuk a Bleach-et nem adja. Magyarországon, de majd a Bleach Disney Plus-on lesz a Tokyo Revenge, vagy nem tudom mi. Végső cooler, ez melyik? A legerősebb. Optimus Cooler. Hát... Szerintem itt 32-ig el tudtunk mennie. Vagy 40-ig is? Nem veszed olyan könnyen, mint a csí? Ja, te robot vagy? Te tudod tűnteni energiát. Putlagos. Mi erősebb ez a kolere? Bazd meg, te bazd itt mindent te. Itt majd elfogok. Azt nem akarod tudod itt, és nézzük meg azt is. De, az mit neki is rossz volt. Hogy tudod, de a diszkétségnek betörjük meddig, tehát... Tudod, egy-kettő, igaz? Hármat? Nem, semmi tény. Az is volt, is volt. Most ezt komoly innen kapok ki, hogy azt hittem van legerősebbre menőm. Hát ugyanazt csinálom a golyókkal. Semmi. Ja, nem tudom. Tudok, hogy tudod az ütelemet. Ja nem, te is gyógyulsz. 4-é. Köszönj szóltam. Hát ez most... Úgy is megfelelt valami. Gyöngyű! De... Egy dobha csak a két szüper. Most akkor miért nem dobtuk el? Nem akartad. Ez a robot erősebb.
képességei miatt, nem? Hát csaltál valami, micsoda lenyom vele, hogy villámozott. Azt használtad háromszor. Meg a teleport. Ne talál, kudő. Persze, killer. Mert a killer type jön, csicsi. Jó, hát ez te, hát megverem simán, de... Tapion. Mi lenne legyőzve? Dobod erős, de... Ja, ha izé pályát kapnánk, a kieső. Rendszeresen kiütöd ott a karaktereket. Hát de te is arra mentél. Inne? Na mi? Töljem a vittes volt, ne. Nem tudsz repülni se. Nincs meg! Ide jön! Bassza meg! Mindig lehetett a szartó. Mi? Mit csinált ez? Nem tudom, beadtad erődet. A harmadik, ne? Hát ez nem igaz. Menj innene! Majdnem legyőzött, csak keveset vett a képessége. Jó, ennek csak ásbőtője van meg. Jó, né, az ember majdnem megvert a csicsiban. De csak azt csinálta, csak csicsi. Tapion. Tapion. Utolsót.
A Majin Vegeta Pan. Ez egy vicces. Majin Vegeta Pan. Mi lenne, ha legyőznélek, Balá? Felfele a... Felfele a... Itt Big Bang van? Vagy lefele, vagy oldalra van? Felfele van a Big Bang, előre van a... áttövő, és a legerősebb. Legerősebb pedig felrobban. 20 ezrek lesz maximum. Tele vagyunk a buszivi. A kis ja. Felvett drogot benni, nem? Tiszta fényed. Ő bevettik a tévitek. Van ez a vétő, hogy Rudy Massi után. Hát ez... Túl erős. Hát, nem tudom, tavaly ki ejtette ki ezt? Hát nem olyan erős. Amikor nagyokkal van. Hiába villámzik. Hiába villámzik, biztos. Hát hiába imádott Dezső, de csúnya megint volt. Már féletlenül kiizdódott. Hát nyert a Majin Vegeta. Pont ennyi? Hát, Dezső! Tehát itt te voltál itt a leghiperaktívabb. Jár neked a keks. Hát hogy mondják ezt végén be egyet állva? Na. Na, akkor Balázs mindjárt szétszerem itt kell. Nincs hang, ugye? Hát igen, ennyi lett volna akkor a Tenkaji 3 VS Party 2022 folytatása. Még mindig nem tudtuk le az első kört. De hamarosan meg lesz, és utána már egyszerűbb lesz, jobban feleződik a csapat. De köszönjük, hogy itt voltatok mindenképpen, holnap is találkozunk, ha minden igaz, és akkor az is Twitch, ha jól számolom. Igen, mert most megy ki a Bleach videó. Nézzétek meg a Bleach videót. Aki még nem tette meg, nézzem bele, hogy milyen volt. Kezdőrúgást, Facebookot, minden. Mosi Let's Play-t. Köszönjük meg. Még lemaradt, igen, nézzem bele a Mosi Let's Play-en. A bajnokságot, a... Befejezőket, döntőket, hát... rögzítve, ugye egyet már felvettünk. De attól függ, lehet, hogy... hogy hazudunk és nem vettük fel. Lehet, hogy utána majd lejátszok itt. Tudunk az időből mindenképpen. Sajnos igen, kiestek a portugálok. Na! Találkozunk holnap, ne feledjétek, jó éjszakát mindenki. Hát sajnos nem. Legends hétfőn vagy kedden tud lenni. Szomorú. Lehet, hogy pont hétfő lesz. Jó éjszakát mindenkinek, és jó volt a live. Nézel Balázs? Adatokat. János. Nem. Még nyomját le, még megy. De már nem megy. Hello, jó éjszakát. Milyen volt ez a szép? Nem lehet eljátszani, így lehet eljátszani nagyon. Mehet? Mehet. Persze egyébként, na akkor tényleg holnap mindenki jó legyen. És ami a legfontosabb, hogy